Új nap, ugyanaz a feladat. Tegnap posztoltam videót YouTube-ra, úgyhogy a mai napom szabad, teljesen. Ami azt jelenti, hogy voltam már dobozér. Nem IKEA-ban, mert ahhoz lusta vagyok, úgyhogy csak a postára mentem át. Viszont azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy a nagy ruhákat elkezdjem elrakni. Megmutatom, hogy hogy állunk a stúdióban. Körülbelül kész vagyok. Nem úgy tűnik, hogy kész vagyok, de közben igen. Ezek itt az összerakott dolgok. Az egy üres szatyor, de azok ott, ezek kész. Itt van az összes szemét, és azok a dolgok, amik csak nem kellenek. Ide, jelenleg. Ott is van még egy kézdoboz. És ezen kívül egy csomó olyan dolog van itt, ami csak nem ide kell. Úgyhogy elsősorban szerintem azt fogjuk csinálni, innen kipakolok mindent, amit még el kell rakni, ami azt jelenti, hogy igazából skincare dolgok, és szerintem kipakolom a fürdőből azokat a dolgokat, amik nem kellenek, és utána kezdjük a ruhákat. Minek a legkisebb a valószínűsége, hogy kelleni fog a következő másfél hétbe alapom? Nem érzem, hogy hogy leszek kész. Egyáltalán nem érzem, hogy hogy leszek kész, ha teljesen őszinte akarok lenni veletek. Készül a reggelim. Mert még nem ettem, utána neki kezdünk. Minden egyes másodpercen nagyobb a kupi. Szerintem meg vagyunk. Maradt itt egy bőrönd, egy kisebb táska, egy párnadoboz és egy ilyen doboz. Ezen kívül megvan minden. Menjünk tovább. Szeretném jelezni, hogy észrevettem, hogy fordítva van rajtam a felsőm. Valószínű, ti már régen láttátok. Nem vagyok igazán babonás, de forfán szerencsét hoz, úgyhogy nem fogom megfordítani. Igen. Kipakoltam a fürdőt. Ki kell szelektálni itt a dolgokat, ez egyértelmű. Megpróbálok titeket lerakni valahova, ahol nagyjából látni fogjátok, hogy mit csinálok. Kell egy kupa. For sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny. Pick it up like Chevy. New age Machiavelli. Disagree, don't tell me. Now you in infinity, we 98. Trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith. The 18 just not gonna be the same. Finna be down generations, not gonna be in vain. Too young. Why you gotta go? Why you gotta go? I just wanna know. I just wanna know. Sziasztok! Igazán nagyon szerettem volna mindent egyedül csinálni és megoldani, de nem megy.
van pár olyan dolog, amihez tényleg nagyon egyedül vagyok, és egyszerűen nem tudom megoldani. Az egyik ilyen az a költözés, pakolás és videózás egyidejűleg. Délelőtt itt volt öcsi, és segített pakolni. Pár olyan bútort, amit vinni akarok magammal, azt segített átcuccolni. Nyilván nem tudtam videózni. Emellett még egy dolog, amit nem videóztam nektek, mert nem tudtam, hogy hogy lesz az egész rendszer, menetrend és minden ilyen, az hétvégi tanfolyam volt, amiről nem sokára beszélek egy kicsit többet. Az az igazság, hogy tök mindegy, hogy milyen régóta csinálom, egy teljesen új, ismeretlen 20 fős kis csoportba nem mindig érzem úgy, hogy a kamerát előrántani az egy pluszpont. Most hétvégén szerintem már fogtok velem jönni, és lesznek olyan részletek, amiket megpróbálok felvenni nektek. Viszont szerintem azt még mondtam nektek, hogy múlt héten valamelyik nap megkaptam az új lakásnak a kulcsát, úgyhogy elkezdtem már akkor pakolni. Nagyon-nagyon sok mindent átvittem még tegnap este is, amikor hazaértünk a kis képzésről, Barbie-val voltunk egyébként, és ma Sanyi segített átvinni nagy dolgokat, úgyhogy azzal tök nagyot haladtam. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy hogy nézünk ki. Viszont most is van egy csomó dolog, amit már összedobozoltam. Csinálok gyorsan kaját, ide álltam a kocsival a ház alá, úgyhogy el fogom kezdeni nem sokára levinni a dobozokat, és terveim szerint a következő 3 napban, a hétfő van, és csütörtökig bezárólag mindennel végezni kellene, ami magában foglal annyit is, hogy ezeket a bútorokat, amik itt vannak, szerettem volna eladni, egy csomó minden van, ami igazából tök új, és úgy voltam vele, hogy nyilván nem teljes áron, de azért, ha mindent eladok, abból csak jön egy kis pénz, az nem rossz. De véletlen bedobtam kedves kis testvéremnek a kérdést, hogy neked esetleg kell-e valami, és ő meg visszakérdezett, hogy mit viszek magammal, elmondtam neki, és mondta, hogy oké, akkor neki meg minden más kell. Úgyhogy hát nem lesz eladva semmi, de legalább fixen időben el lesz szállítva. Csütörtökön megint jön, addigra lehet, hogy amit tudok, azt szét kellene szednem, legalább kisebb részekre, hogy szállítható legyen minden. Van dolog, bőven. Elképesztően nagy rendetlenség van itthon. Mondtam már, hogy utálok költözni? Szerintem említettem. 4:30 van. Pont a rakparton kellene végigmennem ahhoz, hogy átmenjek a másik lakáshoz, és a 4:30-ös időpontot azt nem ítélem meg olyan kényelmes, haladós időnek. Ezért gondoltam, hogy gyorsan kajálok egyet, és még összerakok pár dobozt, és remélhetőleg akkor egy kicsit talán haladósabb lesz majd a menet. Valamit akartam nektek még mesélni. Ja, Isten, tudom, mit akartam mesélni. Látjátok ezt a kis tündért? Ő itt Nia, ő az új családtag, ugyanis szerintem erről nem beszéltem, mert nagyon-nagyon sajnálom. Tavaly talán még nyáron. Cuszukát sajnos el kellett altatni, amit nagyon-nagyon sajnálok, de nagyon öreg volt már, szegény és beteg is volt, és beszéltünk azóta többször róla, hogy jó lenne a tanyára egy rendes tanyás kutya, és Sanyi most találta ezeket a kis babákat ismerősnél. Border Collie keverék talán? Vagy valami ilyesmi. És kiválasztott egyet, és ma vitte haza tündérbogyó kislány. És nagyon várom, hogy jövő héten haza tudjak menni, hogy megnézzem. Igen, körülbelül ennyi az újdonság. A másik lakást meg fogom nektek mutatni, hogyha átérünk, most jöttök velem. A menetet nem tudom videózni, akármennyire szeretném, nem megy, de onnan fogok most már nektek csinálni valamit. Itt vagyok az új lakásban. És ez volt a 11 órás jelzés, hogy el kell küldjek még egy e-mailt. Megmutatom, hogy most hogy állunk. Beindítottam még egy mosást. Mosógép, ami itt van, mosó és szárítógép. És extrém szükségem van egy villámgyors szárításra. Úgyhogy azt várom, hogy lejárjon. Ups, sorry, és nem figyeltem rá, hogy lemerült az aksim. Igen. Szóval mutatom, hogy hogy állunk jelenleg. Ez itt az alap, amivel dolgozunk. Ezen kívül sok egyéb. Um,
nem jó a helyzet, de holnap elvileg lesz segítségem is. Közben mutatom, hogy itt Mizu. Amúgy nem kifejezetten látszik a káosz, ugyanis ez a kettő van, a két nagy, a két kicsi. Ez az asztal állítható, úgyhogy arra gondoltam, hogy azok majd ő alá költöznek be, azokat meg beteszem a sarokba, ugyanis ezek tudjátok a sminkes, körmös cuccok, amiket nyilván nem fogok tudni máshova eltenni, és kell nekik a hely, úgyhogy ők jöttek. Ezen kívül pár random dolog, könyvek, majd valahogy azt oda szépen elrendezzük, hogy ne legyen túl zsúfolt, de mégis jó legyen. Őt itt hagyták nekem, úgyhogy valamit majd kezdenem kell vele. Ők még átjöttek a párjával. Azt úgy hoztam át, hogy nem tudom, hogy fog-e kelleni. De legrosszabb esetben Sanyi elviszi ezt is. Szemeim azok kicsit meg vannak már halva. Eddig két kedvenc dolgom van ebbe a lakásban. Ő. És ő. Ő egy határozott döntőpont volt. Tehát az, hogy legyen egy kis fám a nappaliba, az egészen mélyen érintett. És az a kis tojásfotel nagyon, nagyon jó. Abba fogok olvasni. Ja. És nyilván még ő. Éppen megyünk ki a hidegből, de télen kis kandallóval bekuckózni, filmezni, forró csokizni. Nem is szeretem a forró csokit. Forró csokizni. Zseniális. Úgyhogy jelenleg így nézünk ki. Amúgy nem tudom, hogy a szőnyeg az... Látok, ez a kis SOS szőnyeg, amit vettem a másik lakásba, de nem tetszik. Egyértelműen nem adja ki színben sem, meg semmiben. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy milyen színű szőnyeget szeretnék ide. Egy kicsit nagynak is érzem amúgy. Úgyhogy valószínűleg egy kisebb, szerintem antracit szőnyeg kellene ide. Nem bánnám, hogyha még egy picit talán sötétítenénk ezt a részt. Úgyhogy ennyi. Így elsőre. Nagyon fáradt vagyok. Holnap, ha minden igaz, akkor Barbie jön egy kicsit segíteni, mert van még pár dolog, amit át kell hozzak, és elfelejtettem, a tükröt elfelejtettem áthozni. Van egy tükör. Hogy egész pontos legyek. Ez az egyálló tükör van. Ami egyébként kifejezetten jó, csak akármilyen képet csinálnék, a mikró van a háttérben. Sütőmikro. Ezen kívül van ez a tükör, amit még nem takarítottam le. És őt kifejezetten nagyon szeretjük, de nem mindennapos outfit csekkes képekre. Úgyhogy van még mit csinálni, nyilván. Amennyire a bepakolást nem vártam, a kipakolást se várom. De eddig nagyon tetszik. Ja, nem mutattam el. Nem tudom, hogy mutattam-e már. Az az igazság, hogy fogalmam nincs, hogy mit mutattam, meg mit nem. De lekapcsolom a nagyot, hogy igazán érvényesüljön. Még nincs neve egyébként, de kis napfény imitátora van. És nagyon cuki. Mennyire vibe? Kis rózsaszín fény. Tele vagyunk hangulatvilágítással is. Van egy ilyenünk. Ennek meg van a párja hátul. Meg nyilván van a nagy. Majd megmutatom a többit is, hogy mi van. Össze kell kapjam magam, úgyhogy holnap folytatjuk innen. Jaj, csak nevetni tudok magamon, hát annyira idióta vagyok. Tegnap direkt bevásároltam. Egy kajához. Egy jó kis tésztás kaját gyorsan mit csinálok indulás előtt. Elkezdem felmelegíteni a vizet. Már a paradicsomok fele össze van vágva. Készüljön a kis tésztaszósz. Az összes fűszert. És mindent. Amivel ízesíteni lehetne bármit. Mondjuk só. Már átvittem. Ez, amit most csinálok, életem tésztája lesz. Ez már most érzem. Hála az égnek vettem cheddart. Ami brutál sós. Abba a nyomorult sajtban van az összes bizodalmam. Hogy hát, ha lesz valami íz ennek a kajának. Utolsó nap. Ez az utolsó nap. Ma már nem is itt alszom, elvileg. Aztán meglátjuk, hogyha nagyon megcsúszok, akkor lehet, hogy be. De holnap leadom a kulcsokat. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Úgy gondoltam, hogy ha már végre egyszer normálisan nézek ki, akkor beugrok hozzátok beköszönni.
Ennyiből nem biztos, hogy látjátok, de mostanra szinte biztos, hogy tudjátok. Az új lakásban vagyok már, és azt hiszem, hogy kipakoltam. Mai napra azt mondhatom, hogy befejeztem. Nem a végleges helyzet, még egy-két helyen, de jelentősen sokat haladtam. Így villám gyorsan a tükörnek, még nem tudom, hogy hol a helyek, körbeforgatlak titeket. Ő Géza. Vámpírnaplókat nézek, TikTok videót szerkesztettem, ez a fény zseniális, aki fotózkodni akar, mindenképpen vegyen ilyet. Az az összes doboz, amit haza kell vigyek vásárhelyre, ezzel a fallal még nem tudom, hogy mit csinálok. Nem rossz a kezdet, de nem is az igazi még. Az összes vázám művirágokkal, aminek tökéletes helye volt a másik lakásban, most nincs. Úgyhogy nem tudom. Ez a régi szőnyeg nem tetszik, kell egy új szőnyeg, de átmenetileg szerettem volna valamit. És a konyhát meg a többi részt megmutatom majd nektek, be akartam ugrani. Nagyon fárasztó volt kipakolni. Rosszabb kipakolni, mint összepakolni. Szó-szó, de maga az a rész, hogy nem tudom, hogy mit hova akarok tenni, és mi hogy fog elférni, és mi lenne a jó rendszer, azt nagyon nem szeretem. Mindegy, megvagyunk. Ma volt arcom, mert elkezdtem végre dolgozni. Úgyhogy még nézek egy kis vámpírnaplókat. Előről kezdtem az egészet, most már a 6. évad végén járok. Azt hiszem, lehet, hogy 7. eleje, nem nagyon figyelem. És hogyha lesz még lelki erőm, akkor ma elkezdek videót vágni, ha nem, akkor holnap. Nagyon-nagyon sok körmös videót dobál be az Insta, TikTok, minden. Úgyhogy szerintem a következő egy hónapban elég sok körmös, próbálgatós, játszós videó lesz. Használhatatlan körmök, ugyanis természetesen csak a full sablon hosszú videókat dobálja be, nekem meg azt tetszik. De attól függetlenül videóra tök jó. Meg egyébként is. Ez a lényege. Fun. Holnap megpróbálok valami értelmes dologgal érkezni.